Na hát akkor sok szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatóságot. Azzal kezdeném, hogy Miklós engem tegnap fölhívott, hogy ugye nem feledkeztem el, hogy kell jönnöm előadást tartani. És akkor kérdezem tőle, Miklós, hogy és akkor miről tartsak előadást? Azt mondja, amitől akarsz. Hát akkor... Igen, na hát akkor én kiválasztottam egy olyan témát, ami sajnos mindannyiunkat érint. A népirtásról fogok beszélni. De csinálnék egy kis történelmi áttekintést, hogy lássák azt, hogy mikor kezdték el csinálni, és hogy milyen ocsmány mozgókat találnak ki az emberiség ellen. Egy részüket bizony maguk is ismerik, lehet, hogy nem tudatosul benne, hogy ez a népirtásnak egy tényezője. Kezdjük talán azzal, hogy az amerikaiak a saját katonaságukkal elárasztják Európát egy kórokozóval, amit aztán később spanyol náthának neveztek el. Ugye ők beoltottak több ezer katonát, amerikai katonát, aztán ugye ezeket áttelepítik Európába, és ugye hát zajlik a háború, nyilván nagyon zord körülmények között áll az európai népesség, sok ember éhezik, sok ember nem jut táplálékhoz, betegek az emberek, ugye nem tudnak rendesen fűteni, szóval borzasztóak a körülmények, most ezekre ráengedték az amerikai hadsereget. Nyilván rengeteg ember megkapta tőlük ezt a fertőzést, akkor azoknak nem azt mondták, hogy ez az oltástól van, hanem az európai emberektől kapták meg ezt a fertőzést, és így került aztán az spanyol nátha név alatt ez forgalomba, de ebbe a fertőzésbe állítak közel 20 millió ember, de vannak adatok, akik 50 millió ember haláláról beszélnek. Az amerikaiak csináltak egy másik nagyon aranyos dolgot is, amikor az atomrobbantásokat tesztelték, akkor ugye meg volt adva, hogy melyik, hol lesz ez a robbantás, és akkor az amerikai kormány kivezényelt több hadosztály katonát, akiket szépen így körbe leültették, vagy elhelyezték az atombomba robbantás körül. Megtörtént a robbantás, és ez a több hadosztályi katona szépen egy pár hónapon belül elpusztult a sugárhatástól. Tehát így viselkedik az amerikai kormány a saját katonáival szemben, szóval nem... Az emberiségnek a mi voltát abszolút nem veszi figyelembe. Nem érdekli őt, hogy most ki fog belepusztulni. Ugyanazt lehet látni most Ukrajnában. Nem érdekli, hogy hány ukrán fog ebbe belehalni. Na, következő dolog, amivel itt találkoztam, amikor megalakul az izraeli állam, akkor ugye az egész világról telepítik be a zsidókat Izraelbe, és többek között jönnek kazárok is. Ugye a kazárok azok nem egy szemita faj, hanem az egy szkita típusú embertípus, aki csak átvették a 6.-7. században a zsidó vallást. De nagyon, nagyon hithű zsidók lettek belőle. És amikor Izraelben megérkeznek ezek a kazár gyerekek, akkor megint csak az észjárásuk döbbenetes, a zsidók elkezdték ezeket a gyerekeket írtani. És ezt úgy csinálták, hogy több ezerszeres röntgen besugárzást adtak ezeknek a gyerekeknek a fejükre. Amiből ezek a gyerekek egy pár hónapon belül meghaltak. Vannak ilyen elegáns dolgok. Na most aztán Európára visszatérve, ugye a második világháború után nagyon elegáns népirtásba kezdtek bele, méghozzá a fogpasztákkal. Belevitték a fogpasztába a fluoridot. De a fluoridról tudni kell, hogy ez egy patkányméreg, végülis ez egy idegkárosító anyag, idegméregnek is lehetne mondani, csak hát talán még emlékeznek a 60-as években, micsoda óriási kampány ment a médiákban, hogy mennyire fontos a fluorid a fehér fogzománc kialakulásához. Tehát mindenkit késztették azt, hogy igenis vegye a fluoridos fogpasztákat. És sajnos mai napig is, hogyha elmennek egy nagy áruházba, akkor mit tudom, a kitett 40 fogpaszta közül egy van talán, amiben nincs fluorid. Mindegyikben benne van. Mai napig is ezzel mérgeznek minket. Na ugye megint a következő dolog, amit nyilván megint mindenki ismer, ez a fogoknak a tömése amalgánnal. Ez egy higan tartalmazó vegyület. Ugye aztán egész a 90-es évek, 80-as évek, 90-es években kezdtek arról beszélni, hogy nem igazán kéne amalgánnal tömni a fogokat, mert több a higany van, és ez egy nagyon mérgező anyag. Hogy mennyire mérgező a higany, én erről láttam egy biológiai kísérletet, ahol idegsejtenyésztetet lehet látni mikroszkóp alatt. És ugye az idegsejt az úgy néz ki, mint egy polip, van neki egy hosszú nyúlvány, ez az axon, és sok picike azok a dendritek.
Na most ugye az idegsejtek ezekkel a dendritekkel, illetve axonnal tartják egymással a kapcsolatot. Most lehet látni egy ilyen hálózatot tele kis idegsejttel, és akkor ehhez hozzá cseppentettek egy pipettával, nem tudom, hogy pipettával látok már cseppenteni, azok olyan fél milliméter nagyságú kis cseppecskét, amivel pipettával lehet csinálni. Rácseppentettek egy ilyen fél milliméteres cseppecskét erre az idegtenyészetre, és akkor döbbenetes látvány jött, mint a polip megijedt volna, az összes nyúlványát visszahúzta. Tehát abban a pillanatban azonnal megszűnt az idegek közötti kapcsolat. Na most, hogyha ilyenre letetik az emberiséget, akkor nyilván az intellektuális képességeink drasztikusan vissza fognak fejlődni, vagy nem tudnak is alakulni. Nagyon érdekes története van az aszpartámnak. Ez is megint egy olyan dolog, amivel az világ összes népét mérgezik. Erről tudni kell, hogy a 80-as években választják meg Ronald Reagant amerikai elnöknek. Nem tudom, ki ismeri ezt a történetet az aszpartámmal kapcsolatban, nincs, ugye? A Ronald Reagannek a családja, annak érdekeltsége volt egy olyan gyógyszerben, amit a rák ellen fejlesztettek ki. Tehát nekik az volt az érdekük, hogy sok legyen a rákos, hogy ezt az anyagot el tudják adni. De most a 80-as években az amerikai egészségügyi minisztérium megállapítja, hogy ez a műcukor, amit bevezettek ma annak idején Amerikában a táplálkozás, hogy ez nagyon káros, rákkeltő, tehát vissza kell vonni, és vissza is vonatja az aszpartámot a táplálékból. De amikor megválasztották régen, mindenki azt hiszi, hogy milyen kedves ugye, ember volt, milyen jó szándékú amerikai elnök. Ő azonnal leválasztotta ezt az egészségügyi minisztert, és annak a gyárnak, amiben ő neki érdekeltsége volt, aznak az igazgatójából csinálta meg az egészségügyi minisztert, és annak az első intézkedése az volt, hogy mindenhol visszavezették az aszpartámot a táplálékba, amelyik megint csak minden nap, mai napig található a táplálékunkba. Kezdve, amit a gyerekeknek adnak a szülők, hogy csöndben legyen a gyerek, a rágógumiknak a 99%-ában aszpartám van, azzal édesítik a rágógumit. Tehát, hogy egy jó szándékú anyuka örömet akar okozni a gyerekének, nem is gondol rá, hogy egy rákkeltő anyagot szopogatott, vagy rákcsáltat a gyerekével. De hát sajnos nem csak a rágógumival vitték be. Magyarországon, hogyha elmennek egy élelmiszerügyi boltba, akkor alig találni olyan italt, amiben nem lenne benne az aszpartám. Én már nem merek semmilyen folyadékot vásárolni az üzletekbe, mert ugye a vizet, ha az ember vásárol, akkor azok műanyag flakonban vannak, amiből kioldódnak olyan kémiai anyagok, ami megint csak károsító jellegűek. És hogyha vesz az ember bármilyen fajta üdítő italt, amiben bármilyen jellegű gyümölcsnek kéne benne lenni, hát nézzék meg, mi van, édesítik, mindegyikben benne van az aszpartám. Aztán csodálkozik az ember, hogy 40 éves korától az emberek rákosodást kapnak. Hogyha elmegy valaki az Országos Onkológiai Intézetbe, és megnézi a várótermeket, akkor meg fog döbbenni, hogy hány fiatal ember vár ott a orvosi kezelésre. A következő műcukor, amiről beszélni kell, ez a szorbitol. Ugye én emlékszem meg rá, még egyetemista voltam egy kávéházban, és akkor szembe velem ült két idősebb hölgy, és akkor az egyik mondja a másiknak, hogy én cukorbeteg vagyok, nem kérek a kávéba cukort, de előhúzott a kis táskából egy kis kerek dobozkát, és akkor nagyon elegánsan belepöttyintett egy műcukrot a kávéjába. Ugye édeskének is hívták ezt, hiszem, Magyarországon. Na most ugye ez a édeske szorbitolból áll, tudni kell a szorbitol, hogy húgyhólyag rákot csinál. Tehát megint csak egy olyan kedveskedés a világ nép. És ezek mind olyan dolgok, amit az egész világban szétszórtak. De aztán, amikor visszakerültem Magyarországon, 25 év Németországban éltem, 12 évvel ezelőtt jöttem vissza Magyarországról, és akkor itten azzal konfrontálódok, hogy az emberek keresik a normális ehető sót. Kiderült ugyanis, hát ez 2005-2010 körül lehetett, pontosan már nem emlékszem a dátumra, de mondják nekem az emberek, hogy probléma van a sóval, mert patikába járnak sót vásárolni. És akkor kezdtem utána nézni, hogy mi is zajlik itten. Kiderült az, hogy a Magyarországon kapható sóba káliumkloridot tettek bele. De most a káliumkloridról tudni kell, hogy például a szívoperációknál a káliumkloriddal állítják le a szívet ahhoz, hogy lehessen a szívet operálni. Tehát ez megint egy olyan mérgező anyag, amit, hogyha
nem túl nagy, ha nagy koncentrációba adják, akkor állítja valóban a szívet, kisebb koncentrációba anyagcsere zavarokat okoz a szívben, de más területen is. Na most kiderült az, hogy egy ilyen sóval etetik a népet, a nép erre rájött, hogy itt valami baj van a sóval, és akkor első menetben gondolták azt, hát hogyha elmegyünk zsidó kosher voltba vásárolni, akkor a zsidók biztos nem adják maguknak ezt a mérgezett sót, megpróbálunk ott sót venni. 15-20 évvel ezelőtt körülbelül? Nem. Most pillanatban még mindig probléma van a sóval. Én körülbelül 8 évvel ezelőtt nem voltam a Balatonnál egy ismerősömnél, és vettem magamnak kukoricát a strandon. És ilyen kis zacskóba adtak hozzá a sót. Most a kálium-klorid az elektrom, az fluoreszkál. Tehát, hogyha valaki egy ultraviolett fényen megvilágítja, akkor az ilyen fehér világító porcemcséket lehet látni. Na, én tiszta kálium-kloridos sót kaptam a kukoricárustól. Más, ha nagyon töményen adják a kálium, más az íze. De hogyha össze van keverve sóval, nem biztos az ember észreveszi. Na, és aztán most már úgy tudok sóhoz jutni, hogy az emberek mondták, hogy akkor vásároljak a paradicsomot Erdélyből, de az nem tiszta só, hát az a paradicsom az egy tengeri üledék. Tehát abban mindenféle más anyag is van. Nem tudok róla, hogy káros anyagok lennének benne, de nem tiszta só. És aztán végül is megjelent Magyarországon, aztán Baján lakik egy úriember, akik úgynevezett magyar sót árulnak. Nem tudom, hogy van-e hozzá lehetőség hozzájutni. Az interneten meg lehet rendelni. Ez teljesen tiszta, ez 99,9%-ban tiszta só, tiszta nátriumkloridot tartalmaz. Ebben a zacskót még a Pap Lajos is tett egy ajánlást. A tiszta só a neve. Tiszta só a neve, így van ez. Igen. Működik. Pontosan. Ezt ajánlom mindenkinek, ezt rendelje meg, mert ugye, ha az ember kezd céltudatosan vásárolni, akkor szinte egy listával kell járni az, hogy tudjam azt, hogy mit nem szabad vennem a családomnak, meg magamnak is. Nem tudom, én ezeket nem vizsgáltam, csak azt mondom meg, ami információhoz én hozzájutottam. Lehet, hogy a himalájas van, jó, nem tudom. Az ilyen piroskás színű só, ugye, a himalájas só. Igen, rózsaszínű só. Hát az is valószínűleg egy tengeri üledék. Mert az, hogy a Himalája most magasan van, az csak azért van, mert amikor az indiai kontinens rá szorult a ázsiaira, ugye akkor fölnyomta a maga levőt, föltüremésztette azt a földterületet. Így került aztán magasra a tengeri üledék. Na aztán a következő aranyos dolog az éjadalékok. Ebetűs adalékok. Adalékok. Hát ezeknek az adalékoknak egy nagyon nagy része méreg sajnos. Ugye ez teljesen átláthatatlaná teszi számunkra, hogy most ezzel nem védekezünk, vagy ne védekezünk, mert az e-adalékokból van, mit tudom én, 400 különböző szám. Hát ki a fene tudja a fejébe tartani most, hogy most ebből az adalékból melyik az, ami nekem szabad, nem szabad. Azt például tudni kell, hogyha valaki egy eperízű gyümölcslevet akar magának vásárolni, az epet biztos sose nem látott, ez fatörömlékben van előállítva. Emésztett, vagy ilyen erjesztett fa kérekből van az előállítva. De hát rengeteg más dolgot is csinálnak. Ugye, és itt érhetünk aztán át következő mérgezésre, ez a védőoltások. Most az utolsó 30 évben létrejött vírusfertőzés, amivel az emberek csak találkozott, ezek ettől egyig mind laboratóriumban létrehozott vírusok voltak. Kezdjük az AIDS-el, és kezdjünk az ebolával. Még Németországban dolgoztam, elütött hozzám az a lista 20 kutatónak a nevével, akik a laboratóriumban az AIDS vírus kidolgozták. És ez ugye jött mindig a mese, hogy kerül ez aztán rá az emberek, ugye arról beszéltek, hogy a zöld majomfajta, a négerek megették a majmot, és akkor így került az emberre a vírus. Hát ez teljes mértékben hazugság. Az amerikaiak a fekete himlő elleni védőoltásba beletették az AIDS vírust, és ezzel beoltottak több százezer embert Dél-Amerikába, Brazíliába és Afrikába. És így indult útnak az AIDS fertőzés az emberiség felé. Aztán rájöttek, hogy ez nem eléggé halálos, tehát valami más kell, máson is kell gondolkozni, és akkor egymás után jöttek az ilyen kísérletek. Jött a sertésinfluenza, jött a madárinfluenza, H1N1 vírus, jött a HPV oltás. Na most ez mai napig is folyik. Ugye
azt akarják az emberekbe bele szugerálni, hogy a 13-14 éves kislányok oltassák ezzel be magukat, mert akkor nem lesz nemi fertőzés, úgyhogy nem kapnak mészájrákot. Na most azt is tudni kell, hogy ez a, ugye a humán papilloma vírusból van vagy 20 fajta, vagy 21 fajta vírus van, és ebből csak 3 okoz rákot. És ha valaki megkapja ezt az oltást, akkor egyrészt az oltás csak 3 évig működik. Tehát, hogyha 11 éves kislányt beoltanak, akkor az 14 éves korában megszűnik működni. Tehát éppen akkor, amikor elkezdi a nemi életet, mondjuk 16-17 éves korában, legalábbis én szerintem egy tisztességes családnak a kislánya, az nem kezdi el 11 éves korában a nemi életet, azra vigyáznak a szülők, és megkapja azok az erkölcsi normákat, hogy mondjuk 18 éves kor alatt lehetőleg inkább ne. Na mindegy, 14 éves korban megszűnik a hatás, tehát teljesen fölöslegesen volt a kitéve egy olyan vírusnak, ami miket csinál? Agyvelőgyulladás, izomsorvadás, halál, és rák. Na most van nekem egy felvételem, a Hollandiába készítették, ami összegyűjtötték az országból azokat a fiatal lányokat, akik nagyon-nagyon beteg lettek a HPV vírustól, vagyis az oltástól. Hát ez egy katasztrófa volt ezeket a szerencsétlen lányokat látni. Volt, aki beszélni már nem tudott, volt, aki csont és bőr vékony volt, nem csak feküdni tudott. Szóval szörnyű. És mivel Németországban, amikor még ott éltem, akkor kiderült az, hogy nagyon sok ember belehal ebbe a vírusfertőzésbe, amit persze sokáig titkoltak, de aztán ugye az orvosok azért csak észrevették, hogy valamit nem stimmel. Na akkor aztán odáig jutottak, hogy a német kormány visszavette az állami támogatást az oltástól, és akkor egy olyan szlogen volt, hogy csak az oltassa be magát, aki úgy gondolja, hogy erre szüksége van. De már nem kötelezte az állami biztosítás ez embereket. De mai napig is ezt csinálják Magyarországon, még folyamatosan megy folyamatosan a embereknek a szugerálása, hogy mindenképpen be kell oltani, sőt nem csak a lányokat, most már a fiúkat is. Na, a következő az ebola. Na, ez is egy laboratóriumban előállított vírus, és ezt is sajnos más védőoltásokkal való összekeveréssel leginkább Afrikában kezdték beoltani a gyerekeket. Különben Bill Gates az ilyen oltásokban nagyon keményen jeleskedett, nem tudom, ha tudják, hogy például Indiából Bill Gates ki van tiltva? Mert ugye több tízezer, talán több százezer gyerek meghalt az ő oltásaiban. Most a Bill Gatesről azért azt is kell tudni, hogy milyen családból származik ez az ember. A Bill Gatesnek az apja, Eugénik. Így van, az amerikai eugenikus társulatnak az elnöke. Tehát ez egy olyan társulat, akik már évtelen, nem fiatal az apja, már a Bill Gates is nem egy mai gyerek, de az apja az évtizedek óta azon dolgozik, hogy hogyan lehet a Földnek az emberiségét lecsökkenteni. És nem kicsit, hanem nagyon, mert ugye bizonyára hallottak a georgiai kövekről, ahol 7 vagy 8 nyelven ráírták azt, hogy a Földön elég az 500 millió, a többit azt el kell takarítani. Végülis ennek a 8 nyelven ez a lényege a szövegnek. Igaz, hogy most felrobbantották ezt a kőcsoportot, de attól az még az, hogy a kő ott áll, vagy nem áll, az teljesen mindegy, ők a programokat végzik. Na most ugye a kis Bilike, az a Microsoftnak a segítségével egy óriási vagyonra tett szert, tehát a világ leggazdagabb emberei közé dolgozta föl magát, és ennél fogva ő el tudta érni azt, hogy a WHO, az Egészségügyi Világszervezet, amiben egyetlen egy orvos nem dolgozik, hanem ott annak a vezetője egy eritreai vagy etiópiai gazember, aki a saját országában, ugye egy marxista őrült, aki már a saját országában nagyon sok gyereket vagy embert megöletett. Na ez lett a Világszövetségnek, vagyis a WHO-nak az elnöke. Ez a Butros Jézus akármi, Abraham, mit tudom, mert nagyon furcsa neve van. Tedros, de valami Jézus is benne van. Igen, Jézus is. Ja. Na most a Bill Gates ezt a WHO-t megvásárolta. Ő gyakorlatilag az amerikai állam, meg ugye voltak finanszírozók, akik ezt ugye föntartották ezt az intézményt, az amerikai állam ebből kiszállt a Trump ére alatt, láthatod, hogy valami nem stimmel ezzel a szervezettel, de a Bill Gates teljesen rátelepedett erre, és ennek következtében elérte azt, hogy azok az országok, amik a WHO-ra vannak rá csatornázva,
azok ugye kötelezték magukat, hogy bármilyen direktívát, bármilyen parancsot mond a WHO, az az ország, ez pont és veszőként létrehozza ezt a parancsot, megvalósítja. De most végül is a világ majdnem országa erre rá van csatornára vezve a WHO-ra, és a Bilike, aki már 2017-ben megvolt neki a védőoltása a Covid ellen, ugye a Covid-nak, a vírusának a levédése megvolt 2014-ben, tehát ezek nagyon tudták, hogy pontosan mit fognak csinálni, ugye a Bilike megvásárolja Németországban a Pfizer céget, ami egy tönkremenés előtt levő gyógyszeripari cég volt, óriási nagy anyagi hiánnyal, na most amiután megvette ezt a Bilike, és elkezdte terjeszteni ezt a vírust, most már multimilliárdos lett ez a furcsa módon, ez a kis Pfizer cég. Na most ugye a Covid, hát a Covid ugye ez eléggé aktuális dolog, de mi mielőtt a Covidról beszélnénk, menjünk egy picit visszább, mert 15 évvel elkezdtek minket mérgezni a levegőből. Ezek a chemtrail csíkok. Ugye én ezzel először egy németország, és egy német származású professzornak az előadását hallottam, a csíkokat én is láttam az égen, csak hát nem volt még róla információ, egész addig még egy Dieter Klinkhardt nevezett, Amerikából, szóval amerikai, de német származású professzor, aki orvosként működik, és a ő rendelője az a Boeing és a Microsoft cég között található Amerikában, és ennél fogva rengeteg paciense van mind a két gyárból, úgyhogy el volt látva információval. De az első menetben ő is ezzel úgy konfrontálódott, hogy lent volt Németországban, Dél-Németországban, a Fekete Erdőben, és ott sielt a gyerekeivel. És ugye télen vagyunk, és hótakarja a hegyeknek a felületét, és akkor látja, hogy nagyon furcsa csíkok vannak az égen, nem akarnak megszűnni, sőt, lassacskán szétmennek ilyen fátyol felhővé. És a kislánya, akinek soha az életében aszmásroha nem volt, fönt a hegyek tetején, a végül is friss, tiszta levegőnek kellett lenni, eszméletlen elkezdett köhögni. De ő is érezte, hogy valami nem stimmel a légzésével, és elmentek Kamba, és ott megvizsgáltatták a kislányt, és magát is, levetette a vért, és megvizsgáltatta magát. Nála kiderült, hogy 120-szor magasabb az alumínium szint a vérében, mint ami megengedett, de ő okos ember volt, és a hót is elvitte, begyűjtött a hót a felületről, és elvitte megvizsgáltatni, és kiderült, hogy a hóban 20 ezerszer magasabb az alumínium szint az engedetnél. 20 ezerszer. Na most nyilván nem csak az alumíniumot vizsgálta meg, hanem egy teljes analízist csinálta a hóról, és kiderült, hogy van benne alumínium, bárium, nikkel, urán lebomlási termék, tehát még radioaktív anyagokkal is szórnak minket, baktérium, vírus és gomba. Tehát ez mind megy ránk. Most ezek nanonagyságú részecskék, és úgy oldották le, hogy az kellő sebessége ránk tudjon telepedni, hogy ezt összekeverték üveggyapottal. Na most ez ugye nem, ki se tudjuk védeni, mert ugye a nanorészecske, még ha be is van csukva az ablak, az levegő az csak bejut a lakásba, most a levegővel együtt ez a nanopartikulum az is bejut hozzánk. Úgyhogy Magyarországon nincs ember, aki ne lenne nehéz fémekkel mérgezés alatt. Azt tudni kell, hogy mit csinál a nehéz fém. Gyerekkorban ez okozza az autizmusos gyerekeket. Tehát ilyen viselkedési anomáliák. A felnőtt korban brutálisan megnyomja a rákosodásnak a valószínűségét. Nekünk az nagyszüleink korában olyan ritka volt a rák, hogy keresni kellett nagyítóval. Most alig van család, hogy egy-két rákos ne legyen benne. Hát elkezdem gondolkozni, hát borzasztó, hogy mi zajlik. A felnőtt korban, illetve az idős korban ez felelős az Alzheimer korért, tehát az időskori elbutulásért. Én nem tudom, hogy láttak már Alzheimeres ember, ez egy katasztrofális dolog, mert akár 3 hónapi alatt is valaki komplet idiótává válik. Azt se tudja, hogy fiú vagy lány, bepicsil, bekakil, mindent, szóval borzasztó. Na most, láttam még egy előadást a Dieter professzorral, meg egy svájci biológus, orvosbiológus nővel, úgy hívták, hogy Petra Wichel, akik szörnyűködve elmesélik, hogy Európában 300 olyan gyógyszer van forgalomban, ami alumíniumot tartalmaz. Tehát nem csak fölülről kapjuk az áldást, hanem meg a gyógyszeriparon keresztül is.
Na most kicsit menjünk a gyógyszeriparra, mert azért az is ide tartozik. Elmondom önöknek egy példát, hogy hogy működik a gyógyszermafia. Nem csak Magyarországon, világszerte. És erre nagyon jó példa a koleszterin kezelés, koleszterin csökkentő gyógyszernek a kérdése. Ezt nem én találtam ki, hanem a Papp Lajos szívsebész professzor úrtól hallottam ezt az eladást, nyilván is utána néztem, és láttam, hogy igazat mond. Azt tudni kell, hogy ha valakinek 5-2 milliequivalens per liternél magasabb a koleszterin szintje a vérébe, azonnyal nyomják neki a statin származékokat, hogy majd ez lehozza a koleszterin szintet. Valóban lehozza, ugyanis a szervezet a koleszterint olyan fontos molekulának tartja, hogy a májunk magunk termeli meg magának a koleszterint. Annyira fontos. Hol kell a koleszterin? Agyunk körülbelül 25% a koleszterinből áll. Minden egyes sejtünknek a sejtmembránja koleszterinből épül föl. Ha nem lenne koleszterinunk, nem lennénk férfiak meg nőt, mert a férfi meg a nő nemi hormonokat a koleszterinből állítjuk elé. Nem tudnánk epesavat előállítani az epe a májunkban, tehát koleszterin nélkül nincs epe. A sejteknek, az idegsejteknek az információ átadásához ilyen kicsi vakuolák kellenek, és azok is koleszterinból állnak. Tehát, hogyha nem lenne koleszterin, nem éreznénk, nem látnánk, és nem működik a szervezetünk. Tehát a koleszterinre mindenképp szükségünk van. A táplálékkal bevitt koleszterin nem teszi ki a szervezetünkbe levő koleszterin 5%-át sem. Tehát amikor még régebben ment az a óriási propaganda, ne egyél tojást, mert az tele van koleszterinnel, és akkor ettől beteg leszel, ez megint csak egy mese. Tudni kell azt, hogy az orvosi élettani könyvben, amiből a medikusok tanulnak, le van írva, hogy a koleszterinnek a normális felső értéke az 7-8. Most a gyógyszermafia egy olyan protokollt ad az orvosok kezébe, hogy a felső határt ők megszabták 5-2-ként. Na most 5-2 és 7-8 között egy óriási különbség van. Ennek kapcsán a gyógyszermafia elérte azt, hogy világszerte több százmillió embernek adják a koleszterin csökkentő gyógyszert, pedig mindenki egészséges. De ez csak az egyik dolog. A másik dolog, hogy 2012-ben volt Los Angelesben egy nemzetközi konferencia, ahol 5 klinikumnak a beteg anyagát vizsgálták meg, összesen 6000 embert ezzel a statin szedéssel kapcsolatban, mert a gyógyszer, amikor csökkenti a koleszterint, ez egy statin alapanyagú dolog. Na és ebben a konferencián, ahogy megvizsgálták az embereket, a következő derült ki. A gyógyszernek ellentétes a hatása, mint ami miatt adják. Tehát koleszterint, nem a csökkent, csökkenti ugyan a koleszterint, de az érelmeszesedést fokozza. Tehát aki szedi a statint, annak vastagodni fog a érelmeszesedése, vastagodni fognak a plakkok, tehát hamarabb fog meghalni. 48%-ban cukorbeteggé teszi az embert. 10 év alatt úgy tönkre teszi az ember máját, hogy akár májtranszplantációra lesz szükség. És emellett még ugye sorvasztja a vázizomzatot is, ez még csak úgy mellékesen, még egy bónusz. Ennek a konferenciának az volt a végkicsengése, tehát akkor konklúziója, hogy az az orvos, aki fölírja az embernek a statint, az gyilkos. És ez szó szerint így kell érteni. És megnézik a magyarországi orvosok, 99%-a 5-2 fölött fölírja a statint. Hiába van professzor a neve elé bigyeztve, akkor is fölírja a statint. És miért van ez így? A magyar orvosok túl terheltek, nincs idejük arra, hogy nemzetközi konferenciák anyagával foglalkozzak, mert ez 2012-ben volt, most már 11 év eltelt, elméletileg illene minden orvosnak erről tudni, nem tudnak róla. A magyar orvosok megelégednek azzal, hogy a protokoll, ami 5-2 fölött kényszerítők, hogy fölírja, betartják a protokoll, tehát ők jogilag védve vannak. Az, hogy közben megöli ezzel az embereket, protokoll, én csak a protokollt követem. Mossák a kezeiket. És ugyanaz volt a Covid-oltással kapcsolatban. A magyar orvosok nagyon nagy része beadta a gyilkosszert az emberekbe. Ugyanis a Covid-oltás az egy gyilkosszer, a népirtás szolgálja. Bill Gatesnek a karmai masszívan benne vannak. És higgyék el, amiben Bill Gates beleteszi a karmait, az gyilkossággal jár. Covid-oltás. Ugye ezt megint egy laboratóriumban hozták létre, ez egy művírus.
amiben állítólag több olyan szekvencia is bele van építve, ami egyezik az AIDS vírusnak a szekvenciájával. Tehát, hogyha valaki vagy a vírus kapja meg, vagy az oltás kapja meg, akkor elképzelhető, hogy ő AIDS pozitívá válik, hogyha megvizsgáltatja magát AIDS-re. Ezt Ausztráliában láttam, olvastam egy tanulmányt, ahol ott terítették ki, hogy az oltott embereknek egy jó része AIDS pozitívá vált, még akkor is, hogyha még nem volt közösülése. Gyerekek is. És aki foglalkozik a COVID-oltott embereknek a betegségeinek a gyógyításával, akkor igencsak feltűnő az, hogy folyamatosan betegek ezek az emberek. Minden nyavaját az égvilágon megkapnak. És ez valahogy visszacsengít az AIDS betegeknek a szimptomatikájában, az is a betegségnek az a lényege, hogy padlóra veri az embernek az immunrendszerét, és utána bármiben meg tud betegedni. A COVID-ról azt hiszem, most már elég sokat beszélgettek itt is az előadásokban, hogy én ebben nem akarok annyira mélyen belemenni. De megint csak egy következő csodálatos dologgal jönnek elő az elvtársak, beleviszik a tücsköket, bogarakat a táplálékunkba. Most ez mennyire komolyan kell venni? Magyarországon is elkezdték a bogaraknak a behelyezését a táplálékban. Azt hiszem Pécs mellett van egy ilyen gyár, ami most bontogatja a szárnyait. De hogyha elmennek egy üzletbe, akárhol Magyarországos, vesznek magnak Milka csokoládét, tele van kitinnel, benne van a bogár, Nestlet, kávét vesznek maguk, tele van bogárral. Tehát most már pillanatban olyan sok táplálékban benne van ezek a hernyók, meg bogarak, meg mindenféle, hogy már az ember lassacskán nem tudja, hogy mit vásároljon. Ugyanis hallottam, hogy például azt hiszem Németország volt az az ország, ahol ráparancsoltak a malmoknak, hogyha a készülendő lisztnek a bizonyos százaléka nem fog bogárból állni, akkor elviszik nekik a koncessziójukat. Tehát, hogyha valaki egy malommal rendelkezik és csinálja a nép számára a lisztet, bezáratja a boltját, hogyha nem teszi be a bogarakat a lisztbe. Most ugye a magyar egészségminiszter azt hiszem azt kijelentette, hogy majd azokat a táplálékot, amely bogár kerül bele, az majd külön fiókra fogják és föltüntetik. Az lehet, hogy igaz arra, amit Magyarországon bogaraznak, de ami nyugatra jön, mert bogár, azt nem tüntetik föl. A Milkán sehol nem látom, hogy ki van írva, hogy bogár, pedig a lengyelek nézték ezt, meg nem régen láttam el egy filmet, és kimutatták, hogy a Milka csokoládban bogárok vannak. A kinder gyerek, de ez a kinder csokoládé, bogarakkal van tele. Na most ezekkel nem csak az a probléma, hogy kitin van benne, ami egy rákeltő anyag, hanem már olvastam olyan cikit, hogy ezek a bogarak génmódosítottak. Na most akkor jó étvágyat kívánok. Még egy dolgot kell beszélnünk, ami a végső kiirtásnak egy nagyon elegáns módszere, és azt látom azt, hogy a magyar fiatalság rajongva követi ezt a dolgot, a készpénznek a megszüntetése. Olyan büszkén mennek a gyerekek, és akkor a mobiltelefonjukkal mennek fizetni. Ezek a szerencsétlenek nem tudják, hogy ez a rabszolgáltatásunk a teljes megvalósítását fogja jelenteni. Ahogy megszűnik a készpénz, az ember úgy lesz kiszolgáltatva a politikumnak, mint Kínában. Tehát ha valaki mondjuk egy olyan mondatot, ami az államhatalom nem fog tetszeni, akkor nem mehet be áruházba bevásárolni, nem léphet föl egy vonatra, nem mehet rá villamosra, nem mehet moziba, sőt, még olyan is, hogy nem fog tudni bemenni a saját lakásába. Ez mind benne van a pakliban. Tehát azok a szerencsétlen agymosott emberek, akik ezt propagálják, hogy, és nézzenek, vannak Magyarországon már olyan üzletek, ahol csak kártyával lehet fizetni. Most, hogyha a magyar nemzet nem szok talpra állni, de ezek világ népeire is szól, hogy akkor bojkottálni kell ezeket az üzleteket. Vagy vásárolhatok forintért, vagy nem megyek be. Na, higgyék el, azok gyorsan át fognak állni a készpénzre. De a magyar bankvezetés is azon dolgozik, hogy megszüntetni a készpénzt, és mindent ilyen virtuális, ilyen digitalizált pénzformában. Na, ez lesz a teljes mértékből rabszolgáltatásunk. Úgyhogy önöket is arra kérem, hogy a gyerekeikkel, az unokáikkal beszéljenek. Értessék meg velük, hogy milyen veszélyt vesznek magukra, hogyha most
azzal izélnek, hogy na hát én kézzel milyen modern módon füzetek, és akkor oda teszi a kütyőhöz a mobiltelefonját. Már ugye beteszik a csipeket a bőrünkbe, akkor majd a tenyérrel is tudunk füzetni, mert ott van a csip. Na, úgyhogy én azt hiszem, hogy ennyit gondoltam, hogy önöknek elmondok, ugyanis következő előadóm az egy nagyon izgalmas előadás lesz, magyar őstörténelemről, és azért nekem van egy nagyon szeretett tárgyköröm, úgyhogy én szerintem örüljenek a következő előadásnak, és köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm.